Az Európai Unió és Tunézia által a közelmúltban aláért egyetértési nyilatkozatot hűvös fogadtatásban részesítették az Európai Parlament képviselői, akik Ilva Johansson belügyi biztost fogadták az Állampolgári Jogi Bizottságban. Megkérdőjelezték azt a politikai megállapodást, amelyet az emberi jogok megsértésével, a demokrácia lebontásával és a migránsokkal szembeni erőszakos fellépésekkel vádolt kormányjal kötöttek. Teljesen világos, hogy Tunézia elnöke nem tartja tiszteletben az alapvető jogokat, és nem hisszük, hogy mondjuk az Európai Bizottság ezeket ténylegesen érvényesíteni tudja. Láttunk egy olyan helyzetet Líbiában, ahol valójában a líbiai parti őrséget vádolják azzal, hogy a csempészhálózat része. Tehát fizetünk a líbiai csempészeknek, és azt gondolom, hogy tanulnunk kell ezekből a helyzetekből, és nem csak ugyanazokat a gondolatokat kellene ismételnünk. Sok képviselő bírálta azt is, hogy a megállapodást a vitatott legitimációval rendelkező Team Europe nevű politikai trigó kötötte meg, amely Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnökből, Mark Rutte Holland miniszterelnökből és az olasz Giorgia Meloni kormányfőből áll. Like a Kik ők? Volt egy leköszönő miniszterelnök, a jobboldali nacionalista Meloni és maga az elnök. Nem így kellene ezt intézni, nem így kellene meghozni az ilyen fontos politikai döntéseket. Johansson biztos megvédte a politikai megállapodást azzal érvelve, hogy a harmadik országokkal való együttműködés kulcsfontosságú a migráció kezelésében. Nem értek egyet azzal a megfogalmazással, hogy Tunézia zsarol minket. Úgy gondolom, hogy Tunéziával jó az együttműködésünk, de fontos ennek az együttműködésnek a megerősítése és Tunézia támogatásának a fokozása is, és ez a célja ennek az egyetértési memorandumnak, és különösen a migrációra vonatkozó résznek. Az EP jobboldali pártjaiból szinte egyetlen képviselő sem jelent meg, és senki sem védte meg a memorandumot ebben a vitában.